visszamenőim között nagyon sok református és elég sok evangélikus lelkész volt, tehát édesapám, aki 64-ben halt meg pont születésem évében, ő református lelkész volt, míg anyai nagyapám evangélikus lelkész, esperes. Többen helyen voltam a bácsfalusi parókián, ahol anyai nagyapám volt a lelkész, és nevelőapám volt a Antal László a segédlelkész. Aztán a türkösi parókián, ahol nevelőapám szülei éltek, aztán Bukarestben voltunk, úgyhogy több helyen megfordultam. De azt is el szeretném mondani, hogy egyszerűen ezt nem úgy kell felfogni, hogy ez egy családi örökség volt, hogy én egyszerűen a hitet, mint valami kis csomagot, vagy családi erekét megkaptam, hiszen volt olyan periódus az életemben, amikor komolyan vívódtam, komoly kétségeim voltak. Én nagyon fontosnak tartom az ember életében, hogy tusakodjon Istennel, harcoljon. A hit harcát saját maga számára is vívja meg. Nos, azért így jutottam el tulajdonképpen arra a hitre, meggyőződésre, és igazából azt tudom mondani, hogy őszintén ez egy elhivatás számomra ez a szakma. A teológia mindenképp meghatározta az életemet, és nagyon hálás vagyok a kolozsvári teológiának, mind azért, amit ott kaptam. Azután jó volt a segédlelkészi évem, Bukarestben voltam nevelőapám mellett segédlelkész, rengeteget tanultam tőle, indításnak nagyszerű volt, és aztán hirtelen bedobtak a mély vízbe. Értsük alatta, hogy apám átjött Tatranga a lelkésznek, és én maradtam a Bukarest két gyülekezetével, a román és magyar gyülekezettel, a kétnyelvű szolgálattal, a nagyvárossal, a szorvány helyzettel. Azután pedig, mint brassói esperes, hálás vagyok ezért a feladatért, amit az egyházmegyei lelkészi kar bízott rám. Ott megismerhettem igazán belülről a gyülekezeteink életét. Tehát nem csak mint kollega halva a kollégáktól, hogy ez vagy ez történik, hanem mint esperes, aki együtt dolgozik a lelkészeivel, tényleg egy olyan betekintést kaptam gyülekezeteink reális helyzetébe, életébe, munkájába, amiért nagyon hálás vagyok, és ami úgy érzem, hogy nagyon fog segíteni a jövő tevékenységemben. Dicsőség az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Első szavunk a hála. Hála az egyház urához, hogy megőrizte Romániában élő evangélikus luteránus egyházát az elmúlt évszázadok, és az elmúlt 12 esztendő alatt is, amelyben Mózes Árpád
kiérdemesült püspök testvérünk végezte a főpásztori szolgálatot. Szeretett gyülekezet, eljöttünk Magyarországról sokan, hogy kifejezzük összetartozásunkat. Valaha az erdélyi magyar evangélikus egyház, az egykori magyarhoni magyar evangélikus egyház Tiszai és Bányai kerületének volt része, lélekben ma is megölelünk titeket, a magunkénak tartunk, mert egybe kapcsol minket az együtt mondott imádságunk és az anyanyelven olvasott igénk, Adorjáni Dezső, AD. Ez a különös rövidítés annyit is tesz, Anno Domini, az Úr esztendejének 2004. évében indulsz, soha ne feledd hát, nem a véletlen sodort a püspöki szolgálat keskeny ösvényére, hanem maga az Úr. Ő rendelt, hogy Anno Domini 2004-ben fölvállald Erdély magyar evangélikusságának szolgálatát, fölvállald Erdélyben a magyarság szolgálatát, fölvállalt egész Románia tetszésére és örömére azt a szolgálatot, amelyet az Úr az ő akaratából rád bízott. Kész vagyok. Én, Adorjáni Dezső Zoltán, Esküszöm az élő Istenre. Aki Atya, Fiú, Szentlélek. Egy igaz Isten. Hogy püspöki szolgálatomban. Teljes örömmel. És minden tehetségemmel. Egyházunk építésére törekszem. Az egész egyházi életünk jó rendjén és békéjén, a nekem adott isteni kegyelem és emberi erő mértéke szerint hűséggel munkálkodom. Isten engem úgy segéljen. Testvérem az Úrban, Adorjáni Dezső Zoltán, az Úr Jézus Krisztus, aki elhívott téged a püspöki szolgálatra, maradjon veled mindvégig. Én pedig a Romániai Evangélikus Luteránus Egyház gyülekezeteinek választása, valamint elhatározásod, kézadásod és esküd alapján beiktatlak a Romániai Evangélikus Luteránus Egyház püspöki tisztségébe, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gondjaidra bízom a Romániai Evangélikus Luteránus Egyház gyülekezeteit és intézményeit, lelkészeit és elöljáróit, hogy pásztorolt Krisztus népét közöttük, ne kényszeredettel, hanem örömest, ne haszonlesésből, hanem odaadóan, ne uralkodjál a reád bízottakon, hanem légy a példakép, és amikor megjelenik a főpásztor, elnyered az örök élet koronáját. Most pedig apostoli szokás szerint köszöntelek téged testvéri csontval. Isten áldásod kísérjen, és átadom neked azt az aranykeresztet, amely tisztségednek magasságát jelzi. Fényesen csillog ez az aranykereszt, de valahányszor ránézel, emlékezzél ő rá, aki mindnyájunkért hordozta a keresztet, és ha jönnek az örömök mellett nehéz napok, akkor is vedd elő ezt a keresztet, hiszem, hogy mindenre erőt ad ő, aki mindnyájunkért szenvedett. Isten áldása kísérjen. Adtál a téged félőknek zászlót, hogy felemeljék az igazságért.
Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg, és vezessen téged. Áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Erősíts meg Istenünk, amit cselekedtél. Család az anélkül az ember nem tud semmit csinálni, mondjam így, tehát hogyha nincs egy jó családi háttered, akkor bizony rengeteg nehézség érne. Feleségem ő tanárnő, de egyben elvégezte a közgazdaságot is, úgyhogy most már két szakma van a kezében. Egyelőre kisgyerekünket, Tomajt neveli, két gyerekem van, egy lányom, aki 6. évében van, és fiam, aki 9 hónapos. Nyilván nagyon sok feladat vár rád. Tudsz-e valamiféle rangsor fölállítani, hogy püspökként hogyan kezded? Nyilván nem könnyű azt mondani, hogy mi ez a rangsorolás, mert minden tevékenységi ág rendkívül fontos és sürgős. Tehát halasztást nem tűr meg, de azért van egyfajta elképzelésem, hogy minek van első prioritása és mi következik, hiszen vannak rövid távú megtennivalók, és itt elsősorban arra gondolok, hogy egy bizonyos rendet és rendszer kell az egyházi adminisztrációban létrehozni, illetve dolgokat, amiket már megkezdtünk a múltban, közelmúltban, azokat folytatni és befejezni, akár építkezésekre gondolok, akár új struktúrák létrehozására, csak egyet említsek maga, a diakónia fejlesztése. Ez egy rövid és hosszú távú egyaránt, tehát rengeteg munkaterületen kell tevékenykedni. Nagyon nehéz azt mondani, most hirtelen ez a prioritás, de minden esetre abból kell kiindulni, hogy úgy kell együtt csinálnunk, ezt végeznünk, ezt a munkát, hogy megfeleljünk a 21. századnak, tehát hogy ennek a generációnak igenis az egyház tudjon nyújtani valamit, úgy beszélni, úgy tevékenykedni, úgy dolgozni hitelesen, hogy ez feltétlenné váljék a mai ember számára, hogy megértsék, hogy értük van ez a munka. Most ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy a legfőbb prioritás az, hogy az egyház váljék misszionáló, evangelizáló egyházzá, hiszen erre küldettünk el, és ez határoz meg aztán mindent, ami ebből épül. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nyugtalanít saját jelenlegi helyzetünk. Komolyan nyugtalanít, tusakodom is rajta eleget.
Látom a rengeteg értelmetlen vitát, és látom a hatalmi harcot. És látom a kompromisszum képtelenségét embertársaimnak. Teljes felelősséggel kijelenthetem, hogy Erdély magyar társadalmunk napjai, mai társadalmunkból hiányoznak a bölcsek. Hiányoznak a látók. Hiányzik a bölcsességnek a gyakorlata, és hiányzik a bölcsességnek az igénye, hiányzik a bölcsek aktív, meghatározó szerepe és jelenléte. A valódi bölcs, talán ez a legjellemzőbb, gyógyító ember. És mennyire szükségünk van ma a gyógyulásra. Gyógyító ember, aki megbékíti a lelket, gyógyítja a szándékot, gyógyítja a szellemet, és irányt mutat a törekvéseknek, talán úgy is mondhatnám, mederbe tereli a különböző törekvéseket. Nos, az értelmet és a bölcsességet könyvből megtanulni nem lehet. Ez nem a főiskolák, nem az egyetemek tananyaga, hanem ez isteni ajándék. Felülről való értelem, amit lehet kérni, és én nagyon remélem, hogy nekünk Isten megadja a kellő időben és a kellő helyen. Ezért semmi sem fontosabb az életünkben, az egyház életében, az egyház szolgálatában, a mi egyházunk szolgálatában, mint igenis megismerni, felfedezni és megélni Isten akaratát. Végezetül a magam számára is, számunkra, mindnyájunk számára egy dolgot kérek Istentől. Talán azt, amivel Salamon kezdte. Adj azért, Uram, szolgádnak engedelmes szívet, más fordításokban bölcs szív van. Isten utonlevő vándor népe vagyunk, tudjuk, hogy a mi Urunk nem egy statikusan elképzelt világ piramisának a csúcsa, dehogy is az, hanem a történelem országútján velünk vándorló jövő, dinamikus valóság, felhő és tűzoszlop szimbólumok. Járnak az élen, láthatják a célt és az utat. Íme a célba érkezés az ő kezében van. És aki ma vele kezdi az útját, hiszem és vallom, egykor vele jut a célba. Ez a reménység szép és nagy üzenete, ami számunkra. Amen. Van-e elgondolásod arra, hogy a magyarországi egyházzal milyen kapcsolat változás lehetne, hogyan lehetne az eddigi kapcsolatokat szorosabbra fűzni? Mindenképpen azt akartam elmondani, hogy ez a jövőt illetően csak jobb lehet, mint volt. Tehát úgy érzem, hogy nem volt rossz a kapcsolat, de lehetett volna sokkal jobb. Igény a mi részünkről erre megvan. Én nagyon remélem, hogy a magyarországi egyház részéről is meg lesz, és megvan ez az igény. Akkor ezen dolgozni kell, hogy intenzívebbé váljon minden területen. És gondolok itt elsősorban a teológiai oktatás területére, a diakónia területére. Egyházvezetői szinten ez megvan, de ez önmagában nem elég. Ami nagyon fontos lenne, hogy gyülekezetek szintjén tényleg működő kapcsolatok legyenek, hiszen értük van ez. Nem mi vagyunk elsősorban a fontosak, hanem a gyülekezeteink, hogy ez a kapcsolat kölcsönösen építse a gyülekezeteket ide-át, oda-át, tehát mindenképpen az integrációt, ha szabad ezt a szót használni, ami ma nagyon népszerű és divatos. Én ezt tekintem feladatunknak, hogy integrálódjunk együtt, tehát egymásba fonódva haladjunk tovább. Az a bizonyos negyedik egyházkerület megfogalmazás, ami korábban már többször elhangzott, helytálló lehet, hogy a három egyházkerület mellett, ami a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetét jelenti, egy negyedik, még ha csak jelképesen is, de az erdélyi lehet. Jelképesen talán már az, én azt mondom, hogy ennek nincsen igazából jogi akadálya. Ez rajtunk áll, vagy rajtunk bukik. Tehát ennek ma valójában adminisztratív jogi akadálya nincsen. Ezt már más egyházak régen gyakorolják. Hogy ezt jogilag milyen formában tudjuk megvalósítani, ez a négy egyházkerületen, illetve a zsinatokon áll vagy bukik. De azon a, mondjam így, hogy politikai akaraton, hiszen ez már egy egyház politika. Hogyha ez megvan, akkor ennek szerintem nincsen akadálya, de kevésbé tartom fontosnak a jogi integrációt, mint azt, hogy valójában erős, élő közösség legyen az egyházaink között, gyülekezeteink között. Ez mindennél fontosabb. Ezután ez tulajdonképpen a jog egy tényt követ, és ha a tény már megvan, maga létezik, akkor ezt lehet egy jogi aktussal
mondjuk úgy megpecsételni, rendszerbe önteni és gyakorlatilag megvalósítani. Mennyiben vagy erős a politikai, a közéleti harcokat is elvállalni, hiszen püspökként nyilván sok ilyen feladatod és kihívásod is lesz. Na, úgy érzem, hogy ez most az egyik súlypontja lesz, és már is az az én munkámnak, hiszen megmondom őszintén, hogy nem vagyok túlságosan elragadtatva se az anyaország is, se az erdélyi politika is közélettől. Tehát az a közéleti stílus, és az a retorikai stílus, ami ma meghonosodott a politikában, az egy picit túl van a jó érzés határán. Én úgy érzem, hogy valahogy a dialógusnak egyfajta újszerű, civilizáltabb formáját kellene elsajátítanunk. Egy picit több toleranciát, türelmet tanúsítanunk egymás iránt. Szeretném, ha végre parlamentek, vagy RMDSZ, vagy a magyar közösségek tényleg szakmai vitákról vitatkoznának azokon a helyeken, ahol ennek a helye, és kevésbé személyeskedésről szólna a politika. Én nagyon örülnék ennek. És talán, mint püspök, talán, mint egyházi ember, mint lelkipásztor azt tehetem, hogy hassak a politikusokra, hogy egy kicsit másféle etoszt honosítsanak meg saját életükre, munkájukra nézve. És akkor, amikor a 24. órában vagyunk, és nagyon sok probléma van, mert hiszen itt vannak a parlamenti választások, nem mindegy, hogy a mi közösségünk, az erdélyi magyar közösség képviselve lesz, vagy nem a parlamentbe, akkor az ő feladatuk az lenne talán, hogy keressék az összefogást, ne a széthúzást, ne állandóan egymást stigmatizálják, hanem tényleg a mi érdekünkben, a választóik érdekében tegyék meg azt, hogy össze tudnak fogni. Bár nem máskor, de a 24. órában. Nos, én úgy érzem, hogy éppen azért, mert eléggé kritikus a helyzet, az egyháznak, egy püspöknek, egy lelkipásztornak van mondani valója, anélkül, hogy a napi politika kérdéseibe avatkozzék bele. De erkölcsileg ott kell lenni, ma ott kell lenni. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reját, és adjon neked békességet. Amen.